Sziasztok! Ebben a videóban a fügebokor vagy fügefa metszését, gondozását mutatom be. Nézzétek! Ez a videó egyben a kertem rendbetételéről szóló videósorozatom negyedik része. Ízelítő a következő részekből. Tavaszi nagy metszések, bogyós növények ültetése, konyhakert építése, sőt, még konyhakerti praktikák is szerepet kapnak. De most következzék a füge gondozása, amihez szükségünk lesz. Egy metszőóra, egy ágvágóra, balesetvédelmi okokból egy kesztyűre, illetve egy gerevére. Az utóbbi azért kell, hogy az alatta lévő zöld hulladékot, illetve más egyéb hulladékot el tudjam onnan takarítani. A füge egy fagyérzékeny növény, talán ezt sokan tudjátok. Én például emiatt szoktam alásöpörni és alatta hagyni a lehullajtott leveleit, ezzel is védve a növénynek a tövét az elfagyástól, illetve a fagykártól. De tavasszal a füge takarítása a körülötte lévő zöld hulladék eltakarításával kezdődik, amit gerebével végezzünk el kellően alaposan. A növényt már egy körbe kitisztítottam, most jön a közepe, itt már kicsit problémásabb, mivel itt van egy bodza, nem értem, hogy hogy kerültett ide a füge tövéhez egy bodza, illetve rengeteg csiga is van, ami iszonyatosan zavaróak, félek, hogy rájuk taposok, vagy rájuk lépek, és ez a nyekkenő robbanó hang, amikor ezeknek a házok összeroppan, az annál nincsen szörnyűbb. Amúgy szerettem a csigákat, aranyosak, szépen ott mászik az egyik, itt már a napon, mint a napozni akarna. Illetve itt is lent is pár, aki itten felborult, vagy felborítottam, mert egy helyre gyűjtöm őket. Ők most itten próbálnak valahol jutni. Illetve itt van egy kis aranyos kis férege, ha jól mondom, ugye. Valamilyen zöld cucc, de írjátok meg nekem kommentbe, hogy mi lehet ez. Ártalmas, nem ártalmas? Mi legyen vele? Ide a YouTube videóm alá írjátok meg kommentbe, hogy ez milyen féreg. És akkor folytatom is, mutatom milyen még belülről. Ez a csodálatos füge, bokor. Ha látjátok, elég ilyen van hanyagolva, rengeteg olyan ág van, amit konkrétan ki lehet szedni belőle. Ezek egy korábbi levágás, de a tövébe elhaltak. És akkor ezeket ki tudom szedni. Itt egy másik is, meg ott is van egy pár. Ezeket is mindjárt ki fogom szedni egyenként, mutatom is a videóban. Érdemes a fügéről minden esetben minden idény végén eltávolítani a gyümölcs múmiákat. Ha ott fönt megnézitek, ott még maradt egy-kettő fent. Korábban a TikTokra készítettem ebből egy videót, nagyon sokan látták is, ahol felhívtam erre a figyelmet, hogy a gyümölcsmúmiákat el kell tartani, különben későbbiekben különböző betegséget is elkaphat a növény, és emiatt ugye a termés hozamunkat a következő évre vonatkoztatva csökkentheti, illetve más egyéb szövődménye is lehet annak, hogyha gyümölcsmúmiákat fent hagyjuk a fügén, a füge különösen érzékeny erre a témára, tehát mindig szedjük le, még a fügefa tetején lévő múmiákat is. Ha szeretnél segíteni nekem, hogy minél több szemléletforró cikket és zöld videótartalmat készítsek, akkor támogass engem a Szevenyi Péter Patreon oldalamon keresztül, link a videó leírásában, és köszönöm! Alapvetően elmondható a füge metszéséről, hogy egy kicsit másabb, mint a hagyományos gyümölcsfák metszése, mert itt a fügénél nem direkt bemetszünk, hanem maximum ritkítunk, illetve az elhalt, elfagyott ágakat távolítjuk el a növény testéről. Például olyanokat, mint ez itt, vagy akár egy kicsivel följebb ez itt. De beljebb haladva rengeteg olyan ágat láthatunk, találhatunk, ami vagy el van halva, vagy beteg, és ezeket érdemes eltávolítani a növényről, mert betegségeket hordozhatnak, illetve későbbiekben károsíthatják a növénynek a fejlődését is. Az elfagyott ágakat könnyű felismerni, hiszen be vannak ránzasodva, látszik rajtuk, hogy már el vannak fáradva, ezeket minden esetben távolítsuk el, könnyedén meg fog ez történni, hiszen a fa, illetve a maga a fügebokor az könnyedén hagyja ezeknek a levágását, és közben ritkítjuk is az állományt, amivel serkentjük annak a növekedését is. Itt egyértelműen kivehető egy elfagyott, elhalt rész, amit itt most el fogok válni, el fogok szedni. És látszik is, hogy a növény ágán is már teljesen elhalt ez a kinövés, és körülötte is egy kicsit sebes a füge. A füge ritkításának legegyszerűbb módja az ágvágó használata.
Ha nektek is ennyire sűrű a fügebokrotok, akkor érdemes kinyitani. Én most ezt fogom tenni, tehát nagyobb teret akarok hagyni a belső ágaknak, illetve az oldalra kihajló ágakat is kicsit megritkítom, mert konkrétan egymást fedik le test a testtel, és ezeket mindenképpen ki kell, hogy ritkítsam. Illetve ott a belsőben látható egy oda benőtt bodza is, amit valahogy ki akarok onnan majd applikálni. Lehet, hogy ez már nem fog beleférni ebbe a videóba, de a különböző ágak lemetszése, vagy letörése legalább mindenképpen meg fog történni. Van abból is bőven, ott belül is, tehát ezeket mind most innen ki fogom emelni, és ezzel szellősebbé fog válni a fügebokor. Bízom benne, hogy a videó végére. Érdemes a talajhoz túl közel lévő ágat is eltávolítani, nehogy a talajhoz szedjen föl valamilyen fajta fertőzés vagy betegséget, illetve a termés súlya is leúszhatja az ágat, ami szintén növelheti ezt a fajta kockázatot. Egy csomószor meg kellett állnom, hogy a csigákat összedjem, ne tabossam őket össze. Itt a borostánok alá gyűjtöm őket egyelőre, pontosan a füge alá, és akkor innen majd szépen el lesznek rakva biztonságos helyre. Utána őket széttaposni. Itt is van egy... Egyetemben sikerült amúgy eltaposnom, sajnos. Ő nem járt jól. Kapott egy földet poraira. Na, folytassuk. Kb. 10 perces gyűjtögetés után ennyi csigát szedtem össze. Egy teli tejfölös doboznyi mennyiséget. Ezeket egy közeli patakhoz fogom majd elvinni. Érdekelnek a világban történő környezetvédelmi hírek, zöld események, zöld technológiák, vagy csak környezettudatos tartalomra vágysz? Na, akkor neked találtam ki a hetente jelentkező zöld hírlevelet, részletek a leírásban. De még szeretnék a füge belső teréről, középpontjáról pászót ejteni, mert talán ez a legérdekesebb, én még ilyet nem láttam. Mutatom, mi van itt belül. Elkutatom, éppen itt kitörnek különböző belső ágak, amelyek el vannak halva. Ezek a korábbi kopasztások eredményei láthatóak itt ilyen tönkökben, illetve itt vannak ilyen nagyobbak is, ami konkrétan így kitörik. Én nem is értem, hogy milyen alapon vágták ki, vagy miért nem vették ki az egészet. Itt is egy másik. Ezeket szépen kiszedem. Senkit nem fognak már zavarni. Esetleg az alatta lévő csigák fogják minket hiányolni. Ez sajnos tele van ennek a függének a közepe csigákkal, amik engem iszonyatosan zavarnak, abból a szempontból is, mert összenyomom őket féltelenül, és akkor itt is sikongatok. És aztán nem szeretek. Csak úgy. Haladok szépen lassan, nem olyan gyorsan, mint ahogy terveztem, de egész jó lehet kipucolni ezt a szerencsétlen magára hagyott fügét. Adja magát, meg akar tisztulni. Olyan szerencsésnek mutatom magam, hogy ezt a bodzát innen kifűrészelhetem. Na, ennyivel kevesebb cumó van itt a közepén. Úgy fűrészeltem, hogy ne essen baj a fügének. Most ki tudom készíteni a füge belsejét. Mutatok közelebbről, hogy jó látható legyen, hogy mi történik itt. Itt is egy újabb csiga, a bogarak, és akkor innen kiszedem a dzsuvát. Valószínűleg söprűvel is meg fogok kicsit gyorsítani, mert itt rengeteg dzsúva van, meg csiga. Itt is egy tucat számra vannak itt a csigák. Előzönlötték a fügét. Oltalom nekik, mert hűvös van körülötte. Illetve nem süt annyira ide a nap. Értem, süt a nap, csak a fügét akarja. És más nagyon nincs a környéken. Csak ez a kis óhely. Itt a füge másik oldalán viszont mit találtam? Hát egy kis labdát. Valaki egyszer réges-régen itt hajtatta, vagy egyszer ide dobta, és bemaradt a füge ágai közt.
azóta se eresztett le, habár szerintem ez egy tömör labda lehet. Majd jó lesz, ha lesz kutyánk. Érdemes a különböző vágások, fűrészelések után fasebkezelővel lekezelni még a fügét is, ugye 2 cm-nél nagyobb vágásokat, tehát ezt nem, viszont ezt érdemes lekezelni fasebkezelővel, ezt meg is fogom majd tenni, és az ilyenfajta sebesüléseket is lehet kezelni utólag is talán, ha kitisztítjuk, de alapvetően ennek már igazából sok jelentősége nincsen. Lehet, hogy az egész kart el kellene távolítani. Ami még fontos, és hozzátok teszem fel ezt a kérdést, számoljátok meg, hogy ezen a képen hány füge tő van. Adok rá egy kis időt. A megfejtéseket kommentben várom. Köszönöm. Több órás metszegetés, csigamentés után végeztem a füge nagyjáboli rendberakásával. Még annyi hiányzik, hogy az alsó térben, ahol éppen most látjátok a levágott ágakat, egy árkolást fogok végezni, és abba fogom majd minden esetben önteni a vizet, hogyha amikor a fügét szeretném meglocsolni, mondjuk egy nagyon száraz nyári időszakban nagyon jó fog neki ez esni. De ha jobban megnézitek még egyszer a fügét, nagy változást amúgy nem láthattok rajta. Alapvetően azokat az ágakat vágtam le, vagy vágtam ki, amik el voltak halva, el voltak száradva, vagy betegek voltak, illetve pár nagyobb ágat is kivágtam, de ezt láthattátok a vágóképek alkalmával a videóban, amikor ténylegesen már túl zsúfolt és túlságosan ezáltal sűrű volt a füge bokor, és most így egy kicsit szellősebb, átadhatóbb lesz, és bízom benne, a különböző fertőzések, betegségek is jobban el fogják így kerülni, és jobban lehet majd így szüretelni is, már amikor majd beérik rajta a füge, mert könnyebb elélni, sőt, több fény is fogja a belsőbe jutni, tehát bent a belsőbe lévő termés is jobban meg fog majd érni. Az árkolást egy egyszerű kapával végezzük, vigyázva, hogy a füge gyökerei ne sérüljenek. Ezek után, ahogy készítettem az árkolással, meglocsolom a fügét vízzel, illetve kimosom a belsejét, mármint azt a részét, ahol nagyon nehezen tudtam már hozzáférni és kipucolni. Kimosást ilyen egyszerűen vízsugárral meg tudom tenni. Így olyan szinten ki tudom pucolni, hogy füge tisztább lesz, mint valaha. Rengeteg dzsúva van még így is ott, kézzel már nem tudtam kiszedni, de így egész környezén kijön, és a köré rakott árok, vagy gyűlik is a víz, így nem folyik el máshova. Nem egyszerű kétszer, két dolgot sem egyszerre, de nekem mégis megy. És a végeredmény valami ilyen lett. Sokkal tisztább, egészségesebb környezetet kapott így a füge. Ahogy látjátok, a árkolás is sikeres volt. Megfelelően bent tartotta a vizet a kimosás alkalmával. Bízom benne, hogy így a füge rengeteg termés fog hozni még nekünk ebbe az évbe is. Hát ennyi lett volna a mögöttem lévő fügebokor gondozása. Remélem mindent elmondtam. A következő részben a mögöttem lévő lila akácot fogom megmetszeni, de még előtte arra kérlek titeket, hogy ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, írjatok kommentet, mert kíváncsi vagyok a véleményetekre, illetve, hogyha hasonló tartalmakról nem akartok lemaradni, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornámra, hisz tudjátok, nélkületek nem sikerülhet. Sziasztok! Továbbá vállalom iskolák, közintézmények, cégek részére környezetvédelemmel kapcsolatos interaktív előadások megtartását, akár online is. Pár téma címszavakban. Hulladékmentesség, cégiződítés, zöld marketing, edukációs kampányok és programok szervezése. További részletek a peterszelenyi.com-on és a videó leírásában. Néz ki a levágott csonk. Nem annyira egészségesnek az a fa belülről.